Hello, szia mindenkinek! Eljött a mai napi Battlefield Bad Company 2-es túravezetésünk, és a mai kiemelt pályánk az a Heavy Metal nevű map. Heavy Metalról annyit kell tudnunk szűk körvonalakba, hogy jelenleg ez a kör ez egy 500 tikettes kör lesz. Ritka volt, de találtam egy olyan szervert, ami nem 3, meg 8, meg mit tudom én hány ezer tikettes, úgyhogy nem mondjuk így is elég hosszú lesz a műsor, de hála égnek azért még vannak olyan szerverek, amik nagyjából normálisak. 3 kontrollpontért fog zajlani újfent a küzdelem ABC jelöléssel, és hát ez egy nagyon járműves pálya, tekintve, hogy irdatlan hosszú, és ez inkább a helikopterekre és a tankokra van kihegyezve, de inkább a helikopterekre, azt kell, hogy mondjam. És ez egy elég érdekesen balanszolt pálya. Mint látható, most orosz félen vagyok megtalálható, ennek jelentősége is van. Amerikai, ezt a pályát kifejezetten orosz szemszögből akartam bemutatni, mert olyan érdekesen van megcsinálva, hogy ha az amerikaiak be tudják foglalni a B pontot, akkor bizonyos helyen, a B ponton található egy ilyen légvédelmi minigun. Nagyjából olyan, mint a BF3-ban az anyahajó tetején megtalálható minigun, kb. Ugyanaz a szerepe is. És akkor a lényeg az, hogy olyan jobban megcsinálva ez a pálya, hú, mekkorát repült ez a csávó, hogyha az amerikaiak be tudják foglalni a B pontot, és belehuppannak abba a minigunba, és mi nem tudjuk kilőni, hát akkor onnantól kezdve a helikopterjeinknek esélye nincsen felszállni, és hát felszállhatnak, de hamar földet is fognak érni. Úgyhogy kifejezetten orosz szemszögből akartam megmutatni, hogy azért lehet így orosz oldalt is nyerni. Mondjuk igen, ehhez az kell, hogy eléggé jól összedolgozzon a csapat, meg most szerencsém is van, mert elég jó helikopterpilótát kaptam. Mindig tudja, hogy mit kell csinálni, meg ezért nagyjából én próbálok a keze alá dolgozni. Úgyhogy sikeresen be is foglaltuk a A és a B pontot, úgyhogy egyelőre biztosított a győzelmünk. Bár mondjuk még csak 479 ticketnél állnak az amerikaiak. De hát, mint látható, folyamatosan azon dolgozunk, hogy ez minél kevesebb legyen. És hát idáig azért sikerült elég rendes pusztítást végezni az amerikai állományban. Hát igen, ez a pálya javarészt erről fog szólni, hogy helikopterezni fogunk. De ne izguljatok, lesz olyan is, amikor majd kipergek a helikopterből, mert hát azért nem mindig tudunk mi is fennmaradni a levegőbe. És egy kitartó ellenféllel van dolgunk, mert azért volt egy pár köröm, amit már így játszogattam, és nem mindig bírta az ellenfél, és hamar így kilépkedtek a szerverről. Ez egy kivételes, ez egy olyan kör volt, ahol kitartóan küzdöttek azért, hogy kikapjanak. De legalább itt voltak elejétől a végéig, és hát igen, mi megtettük a dolgunkat. Még megjegyezném, hogy Ritka egy értelmes pillanaton volt ezen a pályán. Mondjuk akkor pont amerikai félen voltam és belementem az UAB-ba. De az egyik társam, én nem is foglalkoztam vele, mert úgy voltam vele, hogy biztos kilő valami csipa vagy rám nyomnak egy rakétát vagy valami. De ez nem következett be, és mikor kiszálltam az UAB-ból, akkor vettem észre, hogy az egyik kedves kollégám képes volt beáldozni egy tankot azért, hogy odaállt mellém a UAV elé, hogy ne legyen rám rálátás, így adott nekem egy mobil fedezéket. Ritka az ilyen értelmes csapat. Úgyhogy akinek így van szerencséje feltévenni erre a szerverre, majd szerintem úgy is fogjátok látni a scoreboardba, vagy azt hiszem valahogy írkálja ki majd a chatbe, hogy melyik szerveren játszok éppen. Az javaslom, látogasson el néha napján erre a szerverre, mert egész szűrhető köröket lehet itt nyomni. És már is látható, hogy itt vagyunk a C ponton, sikerült kiperegni a helikopterbe, és meg is semmisítettünk egy lövéssel egy tankot, ugye valószínű már le volt sebezve. És hát nem pöttyög a csík, úgyhogy valahol még itt ellenfél van a közelben, most annyit tehetünk, hogy megkeressük. Hát valamik házban lesz, és ott van a csipusz. Adtam neki egy kis gránátot, azt szeretni fogja amúgy is. És de... de csak olyan nehezen halnak ezek a bukik mostanában. És persze, hogy én haltam, mert még lekéselni se tudtam. A bénaságom határtalan még mindig. Semmi probléma, már megint jön a helikopter a base-ről, úgyhogy visszabeszállok a gunner részre. És folytatódik a darálás. Látható, hogy helikopterre nem is nagyon próbálkoznak az illető úriemberek. Inkább csak a földi járműveket preferálják. Ami azért is gáz ebből a szempontból, mert a helikopter az kifejezetten a tank ellenszere. Úgyhogy nem is sok esélyük van nekik ott a tankkal akármit is művelni.
Ha csak nem olyan ritka pillanatok egyike be nem következik, hogy egy tank kilő minket a lövegével, bár azért ez tényleg elég ritka ezen a játékban. Próbálok minket targetelni, de még egyelőre ez nem jött össze, és ott látható egy újabb emberke, aki most szépen gyönyörűségesen elhalálozott, és hatalmasakat szoktak itt repkedni a hullák. Mindig jókat rögök rajta, amikor épp a célvédőm előtt 2 centire vonul egy ilyen tetem. És. Még mindig itt vannak az úri emberek. Érdekes, hogy a miénk azok nem nagyon akarják betámadni a célt, lehet, hogy azért is, mert hát azért a kör elején még esélyt kéne nekik hagyni, hogy legalább egy kis látszat meglegyen, hogy van esélyük, de hát igazság szerint nem sok. Már úgy bekempeltük ezt a B-nek a határvonalát, hogy itt azért ember legyen, aki át tud jönni, de nyilván majd biztos lesz olyan. Ami látható, egy újabb járművel végeztünk, és egy újabb emberkével. Helikopter gunnerként elég könnyű dolga van az embernek abban az esetben, hogyha ennyire kiszolgáltatott az ellenfél. De mint látható, most valaki targetelt is minket, úgyhogy most kis visszavonulót fújunk. Hála a jó Istennek, rakétát már nem volt ideje elküldeni az illető úriembernek, úgyhogy ez a targetelés, ez lényegében nem ért egy fikaszi garas sem. Aki még nem játszott volna a Battlefield Bad Company 2-vel, a targetelés az azt jelenti, hogy amikor egy ilyen kis dartspisztollyal meglőnek minket, az lényegében egy ilyen vonzó pont, hogyha elengednek egy RPG-t, akkor lényegében ránk kanyarodik, mert az a target mutatja neki, hogy hova kell mennie, és így 100%-os a teli találat. Ezt inkább általában tankok ellen szokták eredményesen alkalmazni, helikopter ellen annyira nem kifizetődő, jó, mondjuk néha előfordul az, hogyha elég közel leereszkedik a helikopter az embertéhez, és sikerül rálőni, de hát azért nem annyira egyszerű, mert vannak, akik irdatlan távolságokból próbálkoznak ilyenekkel. Azt az eget mekkorát repült az a hulla is. Kb. 70 métert. Na, hát látható, hogy az állás jelenleg 495 tiket nekünk, kb. 5-ször haltunk meg. Mármint nem én, hanem összesen a csapat. Meg 413 tiket az amerikaiaknak. És folytatódik a C-pont ostroma. Ami, hát, hogy is mondjam, egyelőre eléggé komoly. Ah, de már megint targeteltek minket. Bocsánat, csak játék közben néha facsarja az orrom ilyen egy-két dolog. És lelőtt minket az úriember. Na, legalább most egy kicsit akcióba is lehetek, úgyhogy itt vagyunk újfent a B-port közelében megtalálható tanknál. És próbálom egy kicsit így hitelgetni a helikoptert. Ami azért is érdekes, mert általában ezek a helikopteresek nem szoktak megijedni egyből, hogyha így lövöldözik őket, de ez most nagyon megrettent. És már is közeledik felénk még egy tank. Hát ezt hamar ki is lőtték. Meg valahol itt nyomják ránk a rakétákat. Semmi pánik, egy rakéta egy tankot nem tud megölni, ha csak nem valami olyan helyen találja el, hogy hűha meg nincs lesebezve. Úgyhogy ez az eset most nekem azért nagyon jó, mert szépen tudom javítgatni a tankot, és gyűlik nekem a scores. Igen, és ezzel huzamosabb, hát jó pár scores-t össze lehet így szedni, hogyha hagyja a tankparancsnok, hogy mi szépen javítgassuk, ő meg hát nem nagyon mozdul ki a lövedékek hatóköréből. Mint látható, hát amúgy nincs is nagyon rá oka. És a kedves ellenségnek ez azért lesz nagyon szar, mert kifagy a rakétából, és akkor onnantól kezdve már még ezzel se tud szórakozni. Mert nem hiszem, hogy pont ott lesz egy asseút a közelében, hogy ilyen lőszeres dobozzal ellássa. Itt látható kedves kollégám már mindeközben azért visszatért a levegőbe. De egyelőre hagyom érvényesülni. Hát kicsit lesebezték a fickót, de hát jó is az neki. És lehet, hogy nyomulni kéne valamerre, de még magam sem tudom. Megpróbálok egy távoli lövést elnyomni a helikopterre. Nem mindig szokott sikerülni, egyszer-kétszer előfordult már velem, hogy hatalmasabb távolságokból, azt az eget. Hát igen, néha az is előfordul. Lelőttek szépen rakétával. De mondjuk az az érdekes, hogy G3-at nevezett meg a játék halálhozó fegyvernek, holott egy rakéta talált el. Hát semmi baj. Azt hiszem bosszút is sikerült állnom. És hát talán most lőtték ki a helikopteremet. És ott lőnek engem az úriemberek. Egy úriemberrel sikerült végezni. És hajd meg. Sikerült, ez nem volt egyszerű, de
sikerült elbánunk az illető úriemberekkel, és... És még mindig életben vagyunk, és sikerült belejönni ide a tankba. Hát muszáj voltam vissza ide belejönni, mert hát... komolyan mondom, gyerekek. Másképp nem is lett volna esélyem az életbe maradásra. Megpróbálom elintézni itt a csókát, vagy sikerül, vagy nem. De egyelőre úgy néz ki a dolgok jelenlegi állása szerint, hogy... Aj, hajj meg! Na, végre sikerült leszúrni. Néha nem mindig reagál úgy ez a játék, hogy szerettem volna. Ó, na és eddig tartott a szériám. Látható, hogy azért a mi oldalunkon is fogyatkozik a emberek száma. Hát vannak, akik azért elunják ezeket a folyamatos ostromokat, mert hát számukra ez nem annyira izgalmas. Pedig általában mindig ott követik el a hibát ezeken a pályákon az emberek, hogy beállnak kemperni. Egy adott pontról távoli lövéseket adnak le. Hát ez a legnagyobb baromság, amit csak létezik a világon. Mert így kimaradt a játék izgalmából, sűrűjéből. Mint látható az előbb is milyen jó kis csatát vittem itt a szén. És húristen, mi folyik itt. Kérem szépen, és na, azt hiszem sikerült innen kiítani nagyjából az ellenfelet jó részét, hogy meg kéne próbálkozni majd idővel húzni az ászlót, de itt van az ellenséges helikopter is, amit majd le kéne szednünk, de hát ez hamar el is hagyta ezt a helyszínt. És valahol itt lőnek minket a kedves úriemberek, és megvárjuk szépen, hogy leereszkedjen a ejtőernyő, és sikerült egy kicsit úgy megabajgatnunk. Na. Valahol még mindig, hát ott a tankkal próbálkoznak egyfolytába. Ja igen, a helikopter pilótámnak a másodlagos fegyverzete egy ilyen nagy Jaden bomba szerűséget tud ledobni. Ami egy hatalmas nagyot püffen. Az íme itt látható is volt. Azt hiszem sikerült megölni, és még mindig ott... Nem ököltek meg minket. Szomorú. Már nem kell visszaosromolni a C-t. Hát, tankban nem tudok beleszületni. Hát akkor megnézzük a B-n mi újság van. Nem. Így jön az emberke a helikopterén, úgyhogy szerintem megvárom, amíg szépen beleszáll a járművünkbe. Azt hiszem ez egy Fast Vehicle Response Server úgy is van, mert kilőttek minket, amit láthatunk már itt is van leszületve a jármű. Ennek azért is van jelentőség ezen a pályán, mert az is sima normál szervereknél, hogyha így szétbombázzák a járműveket, és mit tudom én, egy adott pont ostrom alatt áll, és kb. Mondjuk, hogyha oroszok vagyunk, és a B-t és a C-t befoglalták az amerikaiak, hát akkor a A-n egy sima ilyen jármű található meg, meg egy tank. És hogyha ezt a kettőt mondjuk két ember elviszi, a többi a szépen gyalogolhat. És ezen a pályán gyalogolni elég kellemetlen dolog, mert egyrészt sokáig tart. Másrészt meg valami nagy nyílt terepek vannak, ahol még fedezék sincs, és hát kiváló áldozati bárányok vagyunk úgy. De közben itt van a másik helikopterünk is. Közben sikerült elintézni azt a tankot. És itt azt az úriembert is. Úristen, pedig nem sokon múlott, hogy szétbombázza az orcánkat. De hála égnek most mi voltunk a szemfülesebbek, és kedves társaink elkezdték húzni. Úristen, mi volt ez? Ó, itt van a másik helikopter. Hát megpróbáljuk leszedni. Ó, ezt tényleg leszedték. Komolyan mondom, mindig mikor egy kicsit beleélném magam itt a dolgokba, hát tesznek róla, hogy azért nehogy már olyan könnyen menjen a dolog. Semmi gond, azért jöttünk ide vissza a célra. Még itt megtalálható egy szövetséges pajtás, de még mint látható ellenséges kézen van. És folyamatosan kapjuk itt a rakéta supportot. Meg megint befoglaltam a tankjukat. Hát a járőket szétbombáztam, hogy el tudjanak már innen menekülni, mert egyrészt azt nem szeretném. És valahol itt vannak még megtalálhatók az úriemberek, már láttam egy rakétát innen felszállni. Ah, ott is van. Hello! Igen, azt hiszem sikerült kinyírni. És ott a következő úriemberünk, azt is sikerült kinyírni, és folyamatosan emelkedik az ászt. Úgyhogy a dolgok jelenlegi tendenciája szerint én azt fogom mondani, hogy hát, hölgyeim és uraim, kérem szépen, be fogjuk foglalni a C-pontot is, és onnantól kezdve talán Bézrétnek lehettek újfent szemtanúi. Hát hiába, itt még azért úgy van megcsinálva a játék, hogy akár még a ellenséges Bézre is be tudunk menni, nincsen lehatárolva, úgy mint a BF3-ba vagy 4-be. Hát azért is csinálták, meg sokan nyígtak ezért, hogy Úristen, noob vagyok, azt leölnek, mikor leszületek, úgy idő van.
Hát, fiam, vagy nem leszel noob, vagy ezért megtanulsz játszani, na. De igaz, úristen, hát hiba volt kiszállni. Az a gáz, hogy néha, amikor így elkezdik lőni a tankot, én mindig módszeresen ki akarok szállni a tankból, és ilyen rakétával akarom leszedni a helikoptert. Hát nem egyszer ez már kihúzott a bajból amúgy. De az esetek kb. 70%-ában viszont meg ez pont a rosszabbik ötlet, mert ilyenkor könnyű préda vagyok. Jaj, jaj. És visszafoglalta a C-portot az ellenfél. Úristen. Hát én inkább most elhagytam a helyszínt, egyrészt mert majdnem a lapátok lecsopták a helikoptert, másrészt meg még tudjuk húzni a pontot. Most már csak piros háromszögöket kéne keresgélnem. Ó, és ott jönnek is. Ott van egy úriember. Próbálom spotolni az illetőt, de hát innen nem olyan egyszerű. Meg próbálok fedezékbe is maradni, mert azért halálos lövést azért könnyű így nem bekapni. De egyelőre továbbra is húzzuk vissza. Elnyomtam egy gránátot, és hát ha sikerül berobbantani az illető úriembert. Na, hát befoglaltuk a célt, jó. Megpróbálok oda menni, hát ha még izé nem ölték meg, onnan szállt fel pedig egy rakéta, valahol ott kell legyen. Ha megnézzük közelebbről, aztán vagy jó ötlet lesz, vagy nem. De fogalmam sincs, hol van. Egy Abrams lelőtt. Hát igen, ez is elő szokott fordulni. Szomorú. Mindeset látható, hogy azért arra, hogy ki lenne balanszolva a két fél, arra nincsen rossz szavam sem, mert hát ugyanannyian vagyunk. Hála jó Istennek. Nem szerettem volna egy olyan kört mutatni, ahol az emberek jó része már azért lepereg a szerverről. De mint látható, hát most leszülettem ide a B-re. Aztán megnézem magamnak az UAV-ot, hogy most használatban van-e vagy nem. Megpróbálok egy kicsit a enemy base fölé repülni vele, mert hát ide is állok ezzel járművel. Ha már múltkor ilyen kedvesek voltak és fedezéket kínáltak fel, addig ezért, hát akkor most már használni fogom én is ezt a módszert, de hát már valaki használta az UAV-ot. Úgyhogy nem hiszem, hogy meg fogom várni, hogy megint leszülessen. Úgyhogy szépen visszahuppanok a kis kocsikámba, és ellátogatok a célra, és hát megnézem, hogy ott mekkora élet van. Jaj, hölgyeim és uraim. Na, már megint mi fogyatkozunk jellemző. Na de. Mit is tehetnénk? Hát menjek oda teljesen a fejézre? Hát menjünk oda. Most mit veszíthetek? Mégis ez a játék már nagyjából úgy el van dőlve. Ó, és itt jön egy tank. Megpróbáljuk egy kicsit rásebezni. Pedig látható, hogy elkapta a tankot a rakéta, de mégse sebződött. Ez is egy érdekes momentum volt a játéknak. Jaj, most gyorsan megpróbálok egy kis más szemszöget fölvenni. Úristen, mindjárt ki fognak lőni. Ez kislőttek, jó van. Hát igen, csak megfordult az a tank. Csak bele kellett volna lőnöm egy rakétát, de hát na. Mindjárt megsemmisül az is. Mi meg jövünk vissza a helikopternek a gunner részéhez. Ja. Igazság szerint ez még szerintem 64-es szervereken is túl nagy lenne ez a pálya. Mert, hát már igen, baromi nagy részét, ezen a hiába vagyunk azért egy jó páran, elvész az ember. És ott menekül Jeep-el, próbálja kerülni a pontot, vesztére, mert hát telibe találtam. És ott van még egy illető úriember, aki meg azt próbálja kerülni, Na, és villog is a C. De egyelőre nem tudja húzni a pontot, mert kedves kolléga is ott van. Na, és most sikerült elintézni. Mindeközben... Ha igaz, jól láttam, hogy tank elkezdte répázni az amerikai bészt. Úgyhogy innentől kezdve talán még nehezebb dolguk lesz addig a pillanatig, amíg ki nem lövik azt a tankot. Hát mi meg addig megjavítjuk a helikoptert, miért is, nem? Itt is kapok egy kis scoret. Na de, megint villog a cél, úgyhogy új fett van ott valaki, és sikerült is spotolni. Amúgy a spot rendszer ebbe a Battlefield Bad Company 2-ben annyira még nem hűde jó. De mondjuk ez sem igaz, mert amúgy szerintem ez pont itt optimális, mert van aki tud spotolni, meg van akit nem. Csak itt az arányokkal van a probléma inkább.
mert aki közel van, azt nem mindig tudod spotolni, aki meg baromi messze, azt néha így random bespotolod, holott nem is látod, csak hirtelen rányogtál kóra, azt akkor megjelent ott előtted egy háromszög. És onnan tudod, hogy te spotoltad be, hogy úristen, mi van itt, mi van itt, azt a kurva eget. Jaj, hát na jó, ha már így alakult a helyzet, akkor megpróbálom betámadni a C-t. Hát de elég sokan lőnek engem, hát na igen. Nem sok esélyem volt itt az amerikai base mellett az életbe maradása, de azért próbálkozni lehet. És közben megint száll fel a helikopter. Jajjaj. Hova szülessek le? Most nagy kérdés, eljövünk megint a helikopterrel. Az a gáz, hogy szívesen leszületnék máshová is, de most a célra leszületettek gyalogként, de ott lényegében olyan sok minden nem fog történni, annak ellenére, hogy az ott a frontvonal. A helikopter az egyik leggyorsabban mozgó jármű a játékban, vagy hát a leggyorsabban mozgó, mert ebben nincsenek vadászgépek. Ez amúgy furcsálom is, hogy ezt miért hagyták ki, de hát biztos meg volt rá az okuk. Ó, és szökni próbál egy helikopter, hát mi meg ezt nem nagyon szeretnénk hagyni. Vagy igen? Hát mit is tudom én. De mindegy, azért lőni fogom. És hát sikerült is végezni az illető úriemberekkel. Vagy úriemberrel, hát ebben egy darab úriember volt, úgyhogy... Igen, látható, hogy ezek az amerikaiak nem nagyon dolgoznak össze. Írom majd a pilótának, hogy tiszta a terület, mert izé van. Ne sokáig időzünk itt, ahol semmi sincs. Úgyhogy már megyünk is. És ilyen gyalogok kezdték el betámadni a C-t, meg egy tank. A kicsi távolról, hogy megsorozzuk őket. Úristen, úristen, ott a tank. Hát szerencsétlen srácoknak azért nincs könnyű dolguk. Jó, mondjuk már voltam én is az ő helyzetükben. Nem is olyan rég, tehát két körrel ezelőtt én voltam, ugyanígy amerikai, azt engem daráltak le. Úristen. Ez is megvan semmisítve, közben felszállt a amerikai heli. Megpróbálom valahogy jelezni, hogy izé itt van a fickó. Fotón is. Ó, te sikerült eltalálni az illető úriembert. Ó, és egyből olyan gyávák ezek mostanában, mindig fest elhagyják ezeket a járműveket, meg se várják, hogy kivégezzem őket. Óhó, mindjárt lezuhanunk. Javítani kéne. Mondjuk egy-két ilyen helikopterpilóta szemfülesen már leteszi ugyan a gépet, hogy javítsuk, viszont maga is kiszáll, hogy nehogy már portot kapunk azért, hogy megjavítottuk. De úgy látom, ezt a fickót már annyira nagyon nem érdekli, hogy most ki lesz a első szkolcba. Ezért is mondom, hogy ez egy igen érdekes szerverő, itt nem nagyon azért játszanak az emberek, hogy most ki hanyadik lesz, hanem tényleg azért, hogy játszanak. Ritka az ilyen. Úristen, már megint majdnem kilőttek. És itt vagyunk a cél, mint látható, húzzuk vissza a pontot, hát... sikerült végezni a fickóval. Hát csak az a kérdés, hogy hol van még itt úriember? Na, és ott egy csipusz. Hát ez le volt fagyva, vagy nem tudom mi volt ezzel az illetővel. Nem mindesetre így könnyű áldozat volt, és még 146 tiketje van az amerikaiaknak a végső vereségig. Aj, és száll fel a Apache helikopter. Hát megpróbálok innen elnyomni egy rakétát. Hát ez a baj, hogy innen még mindig túl béna vagyok. Aj, és ott jön egy tank. Na, az majd kap egy rakétát. Aj, kapott is, jó van. Meg látom, hogy jön egy jármű is, és próbál elhaladni B-re. Most megpróbálkozok azzal, hogy elkapom így rögtébe. Ó, gyere haver, gyere! Az azért sikerült. Nem hittem volna, hogy képes vagyok az ilyesmire, de hát sikerült. Na. Ó. Látszik azért, hogy gyakoroltam egy keveset. Ha. Na. Úristen, azt még mindig itt lövöldöznek minket. Közben megint itt egy helikopter, meg fogom azt is leszedni. Az a baj, már nagyon lövöldöznek. Hát igen, ez egy kicsit tud zavarni a kilátásba. Semmi gond, jövök vissza majd a Gunner pilóta fülkéjébe, ha addig még izé nem szermányolja a helikopter, de simán leszette, úgyhogy nem volt ez neki probléma. Még 125 tiket.
Jajjaj. Mitévő, legyek mitévő, legyek. És elkezdett villogni a cél, hölgyeim és uraim. Elkezdett újfent villogni a cél. Ebből mondom, hogy ezek a fiúk nem adják föl egykönnyen a harcot. Annak ellenére, hogy folyamatosan látják, hogy ott bombázunk. De igen, amúgy, hogyha ilyen helyzet alakul ki, mindenféleképpen azzal kell próbálkozni, hogy szökni kell, vagy ára, vagy bére. És ennek az a legegyszerűbb oka, hogy mondjuk ott a szállító helikopter, azt azért elég sokáig kell lőni, addig, amíg végül úgy dönt a karosszériája, hogy megadja magát. És hogyha full tele van, és szépen potyognak ki belőle az emberek, akkor úgy talán nagyobb eséllyel lehet kivitelezni. Úristen, hát ez mit csinált? Felborítottad a helikopter! Hogy tehetted ezt? Úristen! És még le is lőtte utána bosszúságból. Hát annyi probléma, legyen itt a másik támogató helikopterünk. Úgyhogy én most megnézem még egyszer halamnak az UAV-ot. Ha már úgyis légi fölényben vagyunk, akkor legyen maximális ez a légi fölény. Aztán majd kiderül, hogy jó vagy nem jó. Jajjaj. Na nézzük, UAV. Jó az a kis robothelikopter, csak nem mindig tudom eredményesen használni. Nagyon érzékeny kis műszer, meg most nem is a izét állítottam be, az optikát, zoomot, hanem hogy golyószórót nyomasson. Hát úgy látom, ott van egy tank. Hát ha sikerül betalálnom, akkor jó leszek. Hát persze, hogy mellé lőttem. Meg hát igen, rég játszottam én ezzel az UAV-val, úgyhogy... de végre legalább sikerül spotolni. Ez egy jó jel. Jajjaj. Ja igen, meg ilyenkor meg kell várni, amíg újra töltődik a rakéta. Ez kb. Egy fél perc idő tartamot vesz igénybe. Na, most talán el fogjuk kapni. És persze, hogy akkor mozdul meg, amikor megy rá a rakéta. Ez a jellemző, ez az évformám. De ha jól láttam, hogy jármű elkezdett szökni B irányába, íme ott látható az illető úriember, de elhagyta a járművet, öreg hiba volt. És hát ki is végezte a fickó. Az UAV-nak inkább abban van nagy jelentősége, hogy jobban tud spotolni a levegőből. Oho, és nézzétek, csak ott van egy gyalog, egy halvány kis pötty a levegőbe. De igen, ott volt. El is kaptuk az illető úriembert. És befoglalta az ellenség a célt, úgyhogy lesz nekem még dolgom. Ja igen, és ez a másik ok, amiért a gépfegyvert állítottam be, mert így a levegőből tudok lőni a helikopterre. És ilyenkor nem tudja, hogy honnan kapja az áldást, mert nem mindig szokták észrevenni az UAV-ot. Egy gyors visszavonulót is fúj. Ó, és megint kipergetett egy illető úriember, közben elkezdett engem lőni lentről egy másik fickó. Jaj, de ügyes vagy. Felhívtad magadra a figyelmet, és ezért egy halál lesz a jutalmad. És ott van még egy illető úriember, kell majd vele is ezért fogunk kísérletezni, ha addig nem lövik le. Meg próbálom spotolgatni, mert hát ha megjelöltem a térképen, akkor onnantól kezdve más számára, hogy célpont. Ó, és ott van új fent a tank. Na most talán el fogjuk kapni. Talán el fogjuk kapni. Már megy is felé a rakéta, de ki elhagyta a tankot, és hát így kaptuk el. Hát na, azért lehet így is öldökölni, bár nem mindig olyan egyszerű. És még mindig itt van az ellenségnek a helikoptere. És folyamatosan abajgatjuk. Szerencsétlenek nem tudják, hogy most honnan kapják a lövést. És lekéseltek. Valahogy valakinek csak sikerült eljutnia idáig. De hogyan van óva? Na mindegy. Így legalább kicsit izgalmasabb lesz az action, de hát vesztére, mert pont egy tank elé rohant. Úgyhogy gyanítom, az a tank hamar el is fogja intézni. Meg jövök ide vissza a célre. Segítek megjavítani az illető úriembernek a járművét, aztán szerintem vagy gyalog, vagy lövészként elindulunk végre a pont felé, és még 72 tiket az, ami az amerikaiaknak rendelkezésre áll, hogy megváltoztassák a meccs kimenetelét. És látható, hogy összesen mi 45 tiketet veszettünk, úgyhogy eléggé, hogy is mondjam, elkezdett villogni a B, hölgyeim és uraim, kérem szépen, újabb izgalom. Kár, hogy a végére kezdett el. Ez hamarabb is eszükbe juthatott volna, kedves úriembereknek, de hát na. Nem mindig olyan egyszerű. Na, és visszatértünk ide a célre, felszállt a helikopter. Felhívom magamra a figyelmet, mert úgy izgalmasabb a játék. És már jön is ránk. Úristen, úristen. Na, sikerül elkapni, és... ó, hát valaki szépen lelőtt a löveggel. Ó, Isten, de szép volt. Vissza megjavítom az illető úriember járművét.
és még mindig szürke a B, tehát ott valami action lehet kibontakozóba, és újra elkezdett villogni a C is. Jeleztem a squattársaimnak, hogy a B-nél mintha action lenne. Ó, és ott egy jármű, úristen. Elhagyta a járművet az illető úriember. És valahol ott volt még szerintem. Vagy próbál itt netán átszaladni, és ott van, ott próbál átszaladni, öreg hiba volt, melyik könnyű áldozat volt. És ott az megpróbálta eljutni ahhoz a tankozó, azt észre se vettem, hogy ott van egy ilyen. Jajjaj. És befoglalta az ellenség a B-pontot. Ugye most jött csak az igazi dara, reményeim szerint. Ó, és szépen rákszüntek egy kis mortált, legalább vissza tudom javítani a járművet. Na és mit tévő legyek, hát ott semmi nincs. És itt vajon van valaki, senki. És a B is elkezdett villogni. Úgyhogy szerintem a dolgok jelenleg járása szerint a ott megtalálható úri emberek nem nagyon kaptak segítséget, vagy hogyha kaptak is, akkor az valami kevés volt. Közben megint jön a helikopter is. Elméletileg talán a helikopter pilótákat is ki lehet lőni, bár nem emlékszem arra, hogy ebbe a játékba sikerült volna ez a művelet. Elintézett az apacs, juhú! Igen, visszafoglaltuk a B-t, úgyhogy nyilván likvidálták az ott megtalálható ellenséges erőket. Apas próbál itt minket abajgatni. Hát én javítgatok, már az időmbe belefér, de hát most felrobbantották mellőlem a tankot. Elkezdett villogni a C, ami azt jelenti, hogy valahol itt ellenség megtalálható a közelbe. Elnyomtam egy gránátot, felugrok, és hát meg is öltem ezzel az itt megtalálható fickót. És ott van még egy illető. Hát belengedtünk egy kis sorozatot, csak ebbe a mérnök fegyóba az a szar, hogy messzire nem nagyon sebez. Megvan a második áldozatunk is, és még 20 tiket van hátra. Hát nem tudom, mit évő legyek, mert amúgy izé van. Már nem hiszem, hogy be fognak minket támadni azért a maradék tikettekért. Ilyenkor már nagyon leáll a kör. Ó, és táborról egy csipusz lövöldöz engem. Megpróbálok fedezékbe maradni, mert hát meg kell próbálni. Ó, és közben jön a helikopter is. Aj, nem akarok meghalni, de meghaltam, jó van. És tényleg egy csipusz volt, ó, SVU. Sorozatlövő csipusz fegyver. Igen. Hova kéne leszületnünk? Haj. Hát még 8 tiket villog a C, úgyhogy talán ellenség lesz itt a közelbe. Gyorsan megjavítom a tankot. Hát az éve már nem kell foglalkoznom, és ott spotolták nekem piros háromszög megtalálható. Én már is megyek oda. Egy úriemberrel sikerült végezni. Még 3 tiket, hol a másik illető úriember? Valakit adjatok ide nekem! Ott jön! Még 2 tiket, és 0 tiket. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a Battlefield Bad Company 2-es túravezetésünk újabb epizódját. A mai napi pályánk Heavy Metal volt, remélem tetszett az adás, találkozunk a következő epizódba. Sziasztok!